itt vagyunk, az az a cél, hogy a Afganisztánban készülő hajózó állomány végrehajtsa a felkészülés keretében a kiképzési művészetét, ami ezen a héten 11. és 17. között került végrehajtásra. Nyilván nem tudok, hiszen média nyilvánosságot kapott, hogy a Die Hard 5 produkció forgatása is kapcsolódik ez a kiképzési rendezvényhez, amit sikerült úgy összehangolni köszönhetően a filmes kollégáknak. Illetve a szakmai vezetésünknek, hogy a képzési céljainkat mi is elértük, hogy közben ki tudtuk szolgálni a filmeseknek kvázi az igényeit. Úgyhogy azt nyugodtan mondhatom, hogy úgy támasztak a kedvenek, hogy elégedettek voltak azzal, amit láttak, és mi is elégedettek voltunk, hiszen meg tudtuk teljesíteni azokat a célokat, amit a felkészülő állomány elé tűztek. A jelenlegi gyakorlatunk kedden kezdődött, illetve helyesbítenék, hétfőn már átlakult a földi lépcső, hiszen ennek a gyakorlatnak, mint egy minden más kiképzési lövészetnek tartozik egy igen komoly kiszolgáló háttere, ami egy földi lépcső, ami már hétfőn megérkezett, és felkészült arra, hogy kedden fogadja a helikoptereinket. Ezután pedig kedden reggel érkeztünk ide a helikopterekkel, amikor már konstatáltuk, hogy a filmes kollégák, akik úgy tűnik korán kerülsek, már ki is építették a maguk kis táborát a nullaponti lőtéren a BHK felügyelete mellett, aki a lőtérnek a házigazdája. Azon a napon több kiképzési célunk is volt, amellett, hogy a Die Hard 5 produkciónak a levegő, illetve földlevegő forgatását kiszolgáltuk. Azon kívül a B-0575-ös bombáknak a hatástalan megvizsgálatát segítettük, ami a Honvédség veszélyes anyagellátó központjának a vizsgálat, azért, hogy a bombákat meg tudjuk hosszabbítani. Úgyhogy a keddi napunk egy picikén zsufi volt, de sikeresen megoldottuk. Mindenki türelmes volt és sikerült összeomolni a feladatokat, hogy mindenki boldogan távozzon a lőtér, illetve a hónyvérő leszállóhelyről. Szerdán csütörtökön már, ha úgy fogalmazhatok, egy picit összecsukható volt a feladatrendszerünk. Az előbb említett afganisztáni felkészülés szolgáló lövészeti feladatokat hajtjuk végre, szállító, illetve harchelikopterrel. Ennek része 30 mm-es gépágyúval, illetve S-8-as rakétákkal, kemény páncélozott célok pusztítása, illetve a torgánőrök, az úgynevezett ajtólövész hajózóinknak a felkészítése, akik a helikopter oldalajtajában állva a 762-es géppuskával, illetve gépkarabéllyal küzdik le a célokat, felkészül a esetleges afganisztáni ilyen jellegű feladat végrehajtásra. A tervezett hazatelepülésünk az ma délután fog megvalósulni. Úgy néz ki, hogy az időjárás barátunk, ha már kedden is szállán egy pici két szóltabb volt az idő, a ma már napsütés várt minket kora reggel, ami azért is jó, mert mégiscsak június 15-e van, és itt vagyunk a Balaton partján. Remélem, mennyit lássunk a balatoni jelenetből.
valószínűleg már éles.